Egészségünk érték, ezt gyakran hangoztatjuk, azonban hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni, hogy ezért tenni is kell. Mindebben nagy jelentősége van a megelőzésnek, prevenciónak. Kulcsfontosságú szerepet szántak mindezen céloknak Székesfehérvár egészségfejlesztési tervében is. Borzasztó nagy a sorban állás erre a népegészségügyi szűrőkamionra. Október 18-án Székesfehérvárra érkezik a népegészségügyi szűrőkamion. Az érdeklődők 27 féle átfogó vizsgálaton vehetnek részt. Ebben benne vannak az egészen egyszerű, mint testsúly, testmagasság, kicsit bonyolultabbak a vércukor, koleszterin szint, de lesz különös tekintettel a látás hónapjára a szemfenékvizsgálat, szemnyomásvizsgálat, diabétes szűrés. Az akciósorozat 2010-ben indult, és Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja. Ezek a vizsgálatok átölelik, felölelik a leggyakrabban előforduló valamennyi betegséghez kötődő vizsgálatokat, és plusz még mellette néhány apró laboratóriumi vizsgálat elvégzése is megtörténhet, például vércukormérés, vérzsírok mérése, húgysavmérés, ami utalhat bizonyos betegségek meglétére vagy az egészségi állapotra egyáltalán. A városi levéltár előtti parkolóban a Zicsi-ligetben várják a szűrővizsgálatokra érkezőket 8 és 17 óra között október 18-án. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni a 0670 380 95 12-es telefonszámon lehet.